A következő készülék egy Smart UF 75-ös W, azaz a 16-9-es képarányú WideXGA változat. Ez ultra short row tükrös projektor, jelenleg 3 méter széles képet vetít. Látható a menüjében, hogy 3D ready, tehát DLP 3D szemüveggel használható. Ez a 3 méter széles kép, ez már a maximum, amit tud, ugyanis ilyenkor már nem áll tökéletesen fókuszba a felső sáv. Viszont még ez is élvezhető, hogyha én kirakok egy teljes képernyős képet. 2500 lumen fényerejű a készülék. Ugye említettem, hogy 16-9-es, 3D ready, HDMI, VGA a bemenetes videó bemenet jellemzőre, új gyári ISO modul van benne. Kérésre a vevőnek tudok adni egy tartalék új ISO modult. Egy írott távirányító van hozzá, melyel minden funkció elérhető. A vetített kép az látható, hogy nagyon szép. Jelenleg az említett 3 méteres képet vetíti, de az ideális méret az olyan 2,5 méter körül van ennek a készüléknek. Ezt a 3 méteres képet jelenleg 60 cm-ről vetíti, és sötét teremben. Ez pedig az ideálisnak mondható 2,5 méter széles kép, amelyet vetít. Ugye DLP gépről van szó a kamerán, ezért látszanak ezek a csíkok is. Fönt középen sajnos van egy kis karc is a kamerámon, ez látszik. Itt a bejelentkezés gombnál, mintha lenne egy nagyon-nagyon picike fókusz probléma, de szinte ez észrevetetlen, nem tudom, hogy látszik-e. Egy hangyányit, mintha gyengébb lenne, mint másról, viszont abszolút nem zavaró. Észre sem lehet venni. Megnézzük ebben a méretben is a teljes képet. Szuper készülék. Egyébként ideális azoknak, akik nem tudnak messziről vetíteni, nem szeretnék, hogy beleálljanak a vetített képbe, oktatáshoz, házi mozihoz, bármihez jó lehet. Ugye ezeket mennyezetre szerelve szokták használni, így a képe is jelenleg a Windows által van megfordítva, de így is lehet használni, aki szeretné, viszont mennyezetről lelógatva. Ideális, ugye? Az új ISO jelenleg tesztelés alatt áll, még nem futott egy órát, de fogom járatni legalább egy órán keresztül. Ugye ilyenkor a menü feljel lefele van, mivel ez mennyezetre szerelve kellene, hogy legyen, viszont így is lehet navigálni, és hogyha, ahogy említettem, a Windows-ba átfordítjuk a képet, akkor tökéletesen működik, és ugye a Windows a projektorhoz rendeli az elforgatást, így nem kell minden alkalommal megfordítani, hiszen automatikusan fel fogja ismerni, és fordított képet fog már kiadni rá. Igény esetén 3D szemüveget is tudok hozzáadni plusz pénzért, és az említett ISO modult szintén plusz pénzért.